Szeresd, óvd, védd címmel 10 évvel ezelőtt vonták be a szülőket ebbe a játékba. Azóta minden évben óvodánként 3-3 fő küzd meg a feladatokkal és az ellenfelekkel. Ez a betélkedő 10 évvel ezelőtt kezdődött. Eddig az elmúlt években Magyarország környezetvédelmi területeiről szóltak a betélkedők, és úgy gondoltuk, hogy a 10. alkalommal szűkebb hazánk Kalocsa város kerül témába. Most kicsit könnyebb helyzetben voltak a csapatok, mint a korábbi években, hiszen Kalocsa volt a téma. Persze, az már gondolkodásra késztette a szülőket, hogy éppen hány bronz érseki szobor van a városban, vagy mi is a Kecske család tagjainak pontos neve. Van egy olyan könyv, hogy 1000 éves Kalocsa, és ebből a könyvből kellett készülni, illetve törekedtünk arra, hogy ne a lexikális tudás legyen a mérvadó, hanem játékos, készségfejlesztő feladatokat is kapjanak a csapatok. Már hagyomány, hogy minden vetélkedőre a tájegységnek megfelelő süteményeket, pogácsákat sütnek, készítenek a csapattagok, illetve ebben az évben egy kalocsai népdal volt az, amivel készültek a betélkedőre. A tagintézmény mindennapjait átszövi a környezetvédelem. Szeptembertől júniusig szinte minden hónapra jut egy-egy program ennek jegyében. A Zöldfa utcai óvoda a környezetvédő óvoda, és ezért gondoltuk annak idején azt, hogy szeretnénk, hogyha a szülők, illetve a város óvodapedagógusai is egy kicsit bővebben ismerkednének a Magyarország tájaival, illetve hazánkkal. A versenyt az újvárosi óvoda csapata nyerte. A Zöldfa utcai szülők lettek a másodikak, míg harmadikként a Bemapó utcai óvodába járó gyerekek szülei végeztek.